Szeretettel köszöntelek. Ebben a feszültségekkel terhelt időben úgy gondolom, hogy minden pozitív hírt és jó aspektust érdemes megosztanunk egymással. Úgyhogy ez bátorított arra, hogy elkészítsek egy kis rövid videót számodra a holnap kiteljesedő Nap-Vénusz együttállásról, amely alaptartalmában mindenképpen pozitív lehetőségeket hordoz. Valószínűleg, hogyha nyomon követed videóimat, akkor tudod, hogy egy nagyon terhelt, az egész világon megjelenő globális társadalmi változásokat kikényszerítő történelmi időszakban vagyunk. Ennek egy komoly fordulópontját képviseli az aktuális év, amelyben benne vagyunk. Hogyha erről bővebben többet szeretnél tudni, akkor a Szaturnusz-Uránusz kvadrát című előadást, illetve kis bemutatót megtalálod itt a YouTube-on is, illetve bővebben az asztrológia webshopon. Tehát benne vagyunk egy elég jelentősen terhelt és feszült időminőségbe. Ha körbenézünk a hírekbe, akkor látjuk, hogy a világ különböző pontjai mennyiféle természeti katasztrófa, nehézség és probléma van jelen. Így a mi életünkbe Magyarországon, ami most jelen pillanatban ugye a legnagyobb tehertételt adja, az mindenképpen a járványhelyzet. Nem tudunk kibújni a begyűrűző feszültségek alól, de fontos tudnunk mindazt, hogy hol milyen lehetőségeket biztosít számunkra az élet, a sors, amelynek ugye a jelölőit mi az asztrológiában találjuk meg, abból az aspektusból, hogy pozitívan tudjunk előre mozdulni egy ilyen nehezebb időszakban. Szóval vágjunk bele, ebben próbálok most segíteni, a nap és a Vénusz együttállásáról egy kicsit többet tudjunk meg. Az asztrológiában most jelen pillanatban a két planéta együttállását, amikor tárgyaljuk, fontos mindig tudni, hogy milyen jegyháttérben jön létre ez az együttállás. Jelen pillanatban túl vagyunk a tavaszi napi egyenlőségen, ami azt is jelenti, hogy beléptünk kozmikus értelembe a tavasz, én rám is éppen rám süt a nap, bízom benne, hogy túl nagy problémát ez nem okoz a videóban, inkább a PPT-re érdemes figyelni. Tehát kisütött a nap, és mikor kiteljesedik itt a hétvégére, tehát pénteken magyar idő szerint reggel majdnem 8 óra magasságában, a kosnak a 6. fokán fog együtt állni a nap és a Vénusz. Ezzel együtt ugye dinamikusan érződik, hogy megérkezik a tavasz. A hétvégére már kellemes tavaszi időt jósolnak az időjósok is számunkra, tehát a tavaszi napi egyenlőségen, amikor túl vagyunk, akkor érzékeljük a tüzes, lendületes, tetrekész, és az élet éltető erőinek a megnyilvánulását hordozó időminőséget. A nap és a Vénusz együttállásáról, ha beszélünk, ez nem egy túl ritka jelenség, annyira nem is sűrűn jön létre egyébként. 10 havonta kerül ilyen együttállásra sor a nap és a Vénusz planétái között. Mivel ez 10 havonta történik meg, ebből következik, hogy nem ugyanabban a jegyháttérben éljük át a Vénusz nap és a napnak az együttállását. Jelen pillanatban most ez a kos jegyében történik. Korábban, ugyanígy a kos jegyében, mondhatom majdnem napra pontosan, hogyha megnézed, 2017. március 25-én állt teljesen szoros együttállásban a Vénusz és a nap. Ha megnézed a képet, ami Péter Orbán szimbólum című kártyacsomagjából van ide beszúrva, akkor önmagában már a képi szimbolika segít egy kicsit mélyebb érzelmet, mélyebb értelmet kibontani ebből az együttállásból. Jó esetben, tehát egy szép esküvői jelenetet látunk, ugye ami jó esetben, vagy pozitív esetben a férfi és a nő felelősségteljes döntéséből fakadóan, természetesen benne van mögötte a vágyfaktor is, amit nem lehet kihagyni egy jól működő házasságban, egy jól működő kapcsolatban, ami összehozza a feleket, hogy sor szerinti kapcsolatba tudjanak kerülni egymással, megtörténik az elköteleződés, és a közös vágy teremtő erőből bontakozik ki a közös életút. Szimbolikájában így a nap és a Vénusz együttállása ilyen vágyteremtő energiát és annak a kibontakozását hordozza mindannyiunk számára.
Alapvetően, amikor a nap és a Vénusz együtt áll, akkor sokkal nyitottabbak vagyunk a kapcsolatteremtésre, nyitottabbak vagyunk alapvetően, humánusabbak, és jobban működik a kompromisszumkészség. Az egyensúlyos, harmóniás, harmóniát hozó élményeket keressük jobban mindannyian. Nyitottabbak vagyunk mindenféle síkon megjelenő életörömre, ami harmóniával tölt el bennünket, és muníciót is ad számunkra, amiből fel tudunk töltekezni. Tudjuk, hogy nagyon sok szinten jelennek meg az életörömöknek a lehetőségei. Beszélhetünk itt a fizikai életörömökről, ami az étel, az ital, a szexualitás mentén, a mozgás mentén is átélhető, de vannak magasabb jellegű, úgymond lelki-természeti örömforrások, ilyen művészet élvezete, vagy annak a gyakorlása, vagy akár a szellemi esztétikához kapcsolt filozófia művészetének a gyakorlása, aki erre nyitott. Lényeg, hogy ilyen időszakokban nagyon fókuszálunk a saját vágyainkra, és mivel ugye sokféle aspektusban mondakozhat ki a planétának az együttállása, önmagában nem mondjuk azt, hogy ez egy jó vagy egy rossz kapcsolódás, mind a két véglet, illetve a köztük lévő 360 fokos paletta is a rendelkezésünkre áll. Tehát az asztrológiai tartalmakat és analógiákat mindig mi működtetjük, mi bontakoztatjuk ki saját magunkon keresztül. Így, amikor a Vénusz és a Nap együtt áll, akkor nagyobb eséllyel tudunk belefeledkezni a külsőségekbe, és próbálunk mindenféle nehézséget és problémát elkendőzni önmagunk, rosszabb esetben, illetve más helyzetekben akár mások elől ezt hívjuk cukormáz játszmának, cukormáz történeteknek, ami gyakran nézzünk bármilyen médiát, legyenek azok újságokhoz vagy tévéműsorokhoz kapcsolódóan, a celebek élete sokszor ilyen cukormáz jelleggel van bemutatva. Jó, tehát amikor a Vénusz, illetve a Nap szorosan együtt áll, akkor alapvetően a vágy életet azt nagyon fokozza, és a vágyaink irányába való lépést most egy tüzes jegyháttér támogatja meg. Tehát a Nap, ugye a két résztvevőt, hogyha megnézzük egyenként, az egyik a Nap, ami a Kos jegyében halad, most mióta a tavaszi napi egyenlőségen túl vagyunk, és ugye érzékeljük is ezt a fajta erővelt teltségét, dinamikáját, ezért amikor a Nap a Kos jegyében jár, akkor hamarabb olyan erőforrásokat is átélhetünk magunkban, hogy akaratosabbak vagyunk, vannak, akik ezt rámenősebben, akár önzőbben próbálják a saját érdekeiket, igényeiket megnyilvánítani, de mindannyian érzékelünk egyfajta sürgető tetrakészséget. A Kos energiájában benne van egyébként annak a lehetősége is, amit az angolból kicsit kölcsönvéve, ez a face to face, a szemtől szembe lássuk a dolgokat. Szemtől szembe álljunk azokkal, amelyek vonzanak bennünket, amelyek kihívást jelentenek, vagy álljunk szembe nyíltan azokkal a dolgokkal, amelyekkel adott helyzetben konfrontálódunk. Tehát az a nyílt, egyenes harcra készség, tetre készség is benne van ebben az erővel telt dinamikában, amit a Kos jegyében haladó Nap szimbolizál. Természetesen, ugye ahogy már utaltam rá, ezt is mindhárom síkon átélhetjük, kibonthatjuk. Ösztönszinten ez a nagyon dinamikus energia, kellő megfontoltság és irányítás nélkül nagyon spontán, kiszámíthatatlan cselekvésekben mutatkozhat meg. Lelki szinten megjelenik egy olyan erő már, ami lelkesedést ad, és a lelkesedésen keresztül ott van az igény, hogy másokat is dinamizáljunk, másokat is fellelkesítsünk azon dolog irányába, ami bennünket hajt aktuálisan, és annak a vágynak úgymond az élére állva másokat is vezessünk abban az irányba. Ez a gyertek utánam, én érzem, lendületben vagyok, van benne muníció, gyertek utánam, töröm az utat, megyek előttetek, és haladjunk a célok irányába. Még szellemi aspektusban ez egy még akár már magasabb rendűbb elvek mentén való megnyilvánulást is hordozhat,
olyan dolgokra érdemes most gondolkodni, amikor valaki akár egy nagyobb csoportnak önfeláldozásra kész vezetőjévé válik. Azt mondja, hogy érzi, hogy eljött az idő, türelmetlen, tetrekész, lendületben van, és ebben benne van nem csak az irányítás vágya, hanem a tudás arról, hogy ha kell, akkor nyíltan vállalom a kiállásomért a következményeket is, amiben akár az önfeláldozási hajlam is megjelenik. Filmek világa nagyon kedveli egyébként ezt a motívumot, a különböző hősök, hősnők történetében ilyen tartalmakat látunk viszont. A nappal, ugye most a Vénusz áll együtt, Vénusz alapvetően az asztrológiában egyébként egy pozitív megítélésű, kis szerencsebolygójaként is nevezik a klasszikus asztrológiában, pozitív lehetőségeket támogató megnyilvánulásokat hordoz. Most ez a Vénusz is, ugye, ahhoz, hogy együtt tudjon állni a Kos jegyében a nappal, érthető, hogy ő is a Kos jegyében található. Két képet látsz most, a Kos jegyében lévő Vénusz kettős természetének megfelelően, mindenképpen egy nagyon ugye, dinamizáló erőforrásról beszélünk, a Vénusz pedig alapvetően egy nőies elvet képvisel, így a kettőt együtt összerakva legjobban úgy tudod elképzelni, olyan, mint egy Amazon energia. Ugye az Amazonok arról voltak híresek, hogy nagyon függetlenül, kivonulva, úgymond a férfiak által irányított társadalomból, kivonultak a természetbe, és saját szabályaik, igényeik, mondhatom így is, a saját akaratuknak megfelelően élték az életüket, függetlenül, képesen a harcra és adott helyzetben az önvédelemre is. Most ez az energia nyilvánul meg, ugye a Kos jegyében haladó Vénusznál, amit mind a két végpontban, és nyilván természetesen közte nagyon sokszínűen meg lehet nyilvánítani, mint amit itt most a képeken látsz. Az egyik ez a tüzes, nagyon magára fókuszáló energiából fakadóan sok konfliktust is tud teremteni, amelyben az van, hogy az egyén számára ösztönszinten csak a saját vágykielégítés van fókuszban, hogy az legyen, ami nekem jó, amit én akarok, és hogyha a másik is így gondolkodik, hogy az legyen, ami nekem jó, amit én akarok, akkor ebből egy konfrontáció jöhet, ami elválasztja egymástól a feleket, tehát a meddő viták, az akaratos egymásnak feszüléseknek ugyanúgy lehetősége van, egy ilyen Kos időszakban járó, Kos jegyben haladó Vénusz idején. Még egy pozitív, együttműködő aktivitásban is ezt ki lehet bontakoztatni, ezt szimbolizálja a másik lap, aminek ugye a mind a kettőnk közös örömforrására kapcsolódunk össze, a vágyaink egy irányba vezetnek bennünket, és ez kölcsönösen mindegyikünknek jó. Ennek ugye a fizikai síkon a legaktívabb megnyilvánulása a szexualitás az intimitásban, de ehhez képest, vagy emellett még nagyon-nagyon sok más jellegű közös vágy vezérelt, de mindannyiunk számára harmóniát, pozitív dolgokat teremtő lehetőséget is magában hordoz. Tehát ez nem csak a fizikai vágyak szintjén használható. Egyébként tudja erősíteni az önbizalmat, a spontaneitást, a Kos jegyében haladó energiák mindegyike, és így a Vénusz ebben a jegyben adja a spontán örömök keresését, a nyitást a másik ember felé, és ez most nem csak párkapcsolatra vonatkozik. A spontaneitásban, a szimpátiának, az azonnali közös szimpátia, a közös szikra, a közös nézőpontoknak a megtalálását is tudja segíteni, szellemi aspektusában pedig egy őszinte nyílt együttműködést és összekapcsolódást hordozhat. Ezért például nagyon jól felhasználható ez a hétvége arra is, hogy megnézzük azt, hogy a környezetünkben élők közül legyenek azok munkatársaink, családi, környezetünkben lévő emberek, kit, hol és miért tudunk elismerni. Ezzel egymásnak is pozitív támogató erőforrásokat tudunk biztosítani, és természetesen, ha körbe szeretnénk ebben az ügyben nézni az életünkbe, akkor önmagunkat se hagyjuk ki a sorból. A Kos energia ez nagyban meg is támogatja azt, hogy legyen egy önfókuszunk, magunkra is fókuszáljunk. Tehát érdemes tudatosítani azt is, hogy önmagunkat miért
és milyen helyzetekért tudjuk elismerni. Legyen akár csak az, hogy egy stabilitást képesek vagyunk megőrizni a jelenben nagyon nehéz időminőségben. Tehát az ön értékemet azt önmagamnak is látni kell, tudnom kell első körben, és ez a kapcsolódás, ami most létrejön a hétvégén, ugye holnapi reggeli időpontra kumulálódik, teljesedik ki a hatása, már a hét eleje óta fokozatosan erősödőben van, és körülbelül a következő hét második harmadának a végére fog szépen lassan lecsengeni. Tehát pár napunk van, de ebben a pár napban nagyon intenzíven érződik ez a pozitív energia, amit érdemes jól felhasználni. Nem csak a Vénusz és a Nap áll együtt a Kos jegyében, hanem a vízöntő jegyében haladó Szaturnusz támogatását is élvezi. Így ezeket a dinamikus, tetrekész, vágyfokozó energiákat, amelyek feszülnek, a Szaturnusz egy pozitív mederbe tudja terelni. Ezért mondhatom azt, hogy mind a három síkon, akár fizikai életünkben, akár a lelki dolgainkban, akár szellemi aspektusban szeretnénk tovább mozdulni, változtatni, akkor ez egy pozitív időszak számunkra. Ehhez természetesen hozzájárul az a nagyobb, globálisabb fényszög hatás, amiről beszéltem, a Szaturnusz és az Uránusz feszültsége, ami abba az irányba inspirál mindannyiunkat, hogy az életünk bizonyos területein komoly változtatásokra van szükség, és ha ezt meghalljuk, szembe tudunk ezzel nézni, akkor érdemes most ezekben a napokban befele fordulni, fókuszálni arra, hogy meghalljuk a belsőnkben azt a szerepszemélyiséget, amelyik a célokat szokta kitűzni és irányítani szokott bennünket, mert van egy ilyen részünk is mindannyiunknak, úgy lehet legjobban meghallani a hangját, ha kicsit lecsendesedünk, és elkezdünk azon kicsit nem teljesen racionálisan, hanem elmerengően belengedjük magunkat abba, hogy mi az, ami vonz bennünket, mit akarok, hol érzem azt, hogy jó lenne kimozdulni, ahol egy picit szabadabb lennék, előrébb tudnék mozdulni, ami a saját igényeimet, vágyaimat, céljaimat szolgálja, mi vonz. Ehhez adni kell természetesen egy kis időt magunknak, hogy ezt a hangot meg tudjuk hallani. Tehát mivel a Kos jegyében ugye 4 évente jön létre ez az együttállás a Vénusz és a Nap között, ezért sok olyan megnyilvánulást is látunk, ahol valahol valami fajta függetlenedés történt. Most például, ha visszanézünk, és mondtam, hogy 2017-ben 4 éve majdnem napra pontosan itt volt egy ugyanilyen állás, ez indította el, és hogy milyen következménye lett, és hogyan zajlott ez az egész folyamat le, az egy másik történet, de gyakorlatilag erre az időminőségre, erre a hétre tevődik az, hogy Theresa May, brit miniszterelnök a kilépési szándéknyilatkozatot átadta Donald Tusknak, így hivatalosan elindult visszavonhatatlanul az a folyamat, amit Brexitnek hívunk. Tehát ugye nagyobb, globálisabb értelemben is észrevehetjük ezeket a hatásokat, de az is lehet, hogy te magad is vissza tudsz emlékezni arra, érdemes is ilyenkor visszatekinteni, hogy 4 éve ilyenkor mi indult el, mi mozgott benned, hol tettél esetleg önmagadért, a saját vágyaidért, igényeidért egy újabb lépést. Most ez az időminőség ugyanezt hozza, és mondhatom azt, hogy ha tudatosan, egy célzott fókusszal rendelkezel, tehát tudod, hogy mit akarsz, már ez megfogalmazódott, akkor most itt van a lehetőség, hogy megalapozott lépéseket tegyél ebbe az irányba. Tehát ez az időminőség aktuálisan lehetőséget biztosít számunkra, felelősségteljes elkötelezettséget vállaljunk a saját változásunk iránt, ugye kinek mekkora a hatósugara a saját egyén életébe, kicsit nagyobb közösségek életébe, vagy globálisabban is, és hogy ez most nagyon megtámogatja az erős akarati impulzusokat fokozva a személyes szabadságvágyat. Tehát ahol valahol a személyes szabadságban, a saját akarati impulzusokban megérett módon
tovább tudunk lépni. A reális tervekkel, és a szükségesek a lépésekhez kellő erőforrások, és azokkal is rendelkezünk, akkor ezek a napok, nagyon jó napok, hogy elinduljál. Tehát nagyobb projektekben is lehet gondolkodni, amelyek már beérlelődtek. Ha ez időszerű az életedben, akkor pontosan tudod, hogy most miről beszélek, be tudod azonosítani azokat a témákat, vagy azt a fontos témát, amiben zajlik ez a történet. Úgyhogy itt van az időszerűség, hogy előre lépj és elkezd az alapok mentén előre vinni a folyamatot, a szükséges folyamatot, önmagad szabadabb megnyilvánulása érdekében. Hogyha úgy érzed, hogy te egész jól működsz, elégedett vagy jelen pillanatban az életeddel, akkor meg használd ki ezt az időszakot arra, hogy olyan örömforrásokban fel tudjál töltekezni itt a héten, a hétvégén, az ébredező tavasz energiája mentén, ami lehet, hogy egy jó, kellemes kimozdulás, egy sport, valamilyen fajta aktivitás és aktív örömforrás, amiből fel lehet töltekezni. Kívánom neked ezt a feltöltekezést, az erőforrást, amely kitartó energiákat tud adni, szükséges mindannyiunk számára ebben a nehezebb időszakban. Köszönöm szépen a figyelmedet!